Tegnap pont ö, egy baráti társasággal beszéltünk erről, van egy ö, ismerősöm, aki egész életébe cigizett, egész Aha. életébe tényleg, és most az elmúlt időben, majd mindjárt mondom, azt hiszem egy hónapja nem nyújtott rá, és van egy ilyen applikáció, az a neve, hogy Quit Now, és méri azt, hogy mi történik. 33 napja nem gyújtott rá. Leírja minden nap, hogy kb. mi történik Igen, a szervezeted? Nem? nem, 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 hanem előtte beírta azt, hogy amúgy mennyit szívott te naponta, ah. mióta cigizik, stb. És kidob egy olyat, hogy mondom, 33 napja nem, nem gyújtott rá. 678 elkerült cigaretta egy hónap alatt. 678 szál oh, cigi. Tarohat. Megtakarított pénz, satszalatok, egy hónapig valaki nem gyújt rá, mennyit... Jó, de várj, az egy extrém esett, hogyha ennyit, egy hónap alatt ennyit megsorolt. azért úgy... De szerintem nagyon sokan szívnak ennyit. Nagyon durv. Várj, 678-ban a 30, 22 szál naponta. Az hogy lehet? De szerintem az, az, az a baj szerintem ezzel, hogy az nagyon sok embernél van. Azt Amúgy jó, 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 jól, jól satszoltok, 74 ezer forint megtakarított pénz egy hónap alatt, 74 ezer forint. Azt rohadt. És nagyon érdekes, beírta azt, hogy ugye mióta dohányzik, és mennyit szokott naponta elszívni, Aha. és ez a durva szerintem, hogy egy hónapig nem cigarettázott, a visszanyert Élettartalmi napok, mm -hmm. amit nem, nem plusz nap, visszanyert napok. Igen, amit amúgy elszívtál. Amit amúgy elszívás, hogy mennyi? Egy hónap alatt? Egy. Kettő. Két napot nyersz vissza, hogyha egy hónapig nem cigizel, vagy hogyha durva. egész életedbe végig szívtad. Az nagyon durva. Ha hmm. jól tudom, hagyod a cigizést, és kilenc év, mire a tüdőd rendbe hozza magát, ha rendbe tudja hozni, ha nem olyan állapotban van, hogy, hogy tényleg már szinte kuka.